Köszöntöm kedves nézőinket! A jogos kérdés mai vendége az ügyvédi társadalom első embere, dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke. Remélem, hogy a műsor állandó házigazdája, dr. Nadrai Katalin megbocsátja ezúttal, hogy először a vendég bemutatásával kezdtem. Egy kicsit a főnökének is számít így ilyen szempontból az ügyvédi kamara elnöke? Én azt hiszem, hogy szerencsére az ügyvédségnek, amelynek a lényege a függetlenség és az önállóság, ott nincs alá és fölé rendeltség, a kamara választott tisztségviselői, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy választott tisztségviselői és a kartagjai között. Hát van persze olyan jogköre a kamara elnökének, amit nem szívesen gyakorol, ez a fegyelmi jogkör, és akkor nyilván egy kicsit más a viszony a taggal, a kolléganővel természetesen ez még elvileg sem merülne fel, hogy vele szembe fegyelmi eljárás legyen, de a mindennapokban, tehát az ügyvédi munkában semmilyen módon nem szól bele a kamara. Ezt valahol a vége felé akartam elmondani, de akkor kezdem ezzel, hogy tulajdonképpen nagyon érdekes volt, a családomban történt egy ilyen, mondjuk úgy, hogy nem túl jogszerű telekátírás, tehát amiben egy ügyvéd közreműködött, hogy egy telektől megszabadítsák édesanyámat, és nagyon érdekes volt, hogy az az ügyvéd, aki ezt, hát ugye utóbb kiderült, hogy nem teljesen törvényszerű cselekményt elkövette, az a legjobban attól félt, hogy az ügyvédi kamarába ezt bejelentjük. Szóval nem lehet vitatni, hogy presztízse van az ügyvédek között is az ügyvédi kamarának. Azt kell mondanom, hogy annak örülök persze, hogy presztízse van, de a presztízsen túl ebből a szempontból ki kell mondani, hogy egzisztenciális hatalma, törvény által feljogosítva, hiszen a legsúlyosabb fegyelmi vétségért a kamarai névjegyzékből való törlés, tehát kizárás fegyelmi büntetés, ráadásul 10 évig újra nem is lehet ügyvéd. Tehát ki kell mondani, hogy nagyon súlyos, egzisztenciális következményei vannak egy jogerős fegyelmi büntetésnek. Tehát akkor kezdjük az elején, hogy Magyarországon csak az az ember folytathat ügyvédi praxist, aki... Kötelező a kamarai tagság, meg kell mondanom, hogy ez nem egyedülálló. Európában ez a teljesen általános. Egyetlen egy országban, Finnországban történelmi hagyományok folytán van egy kis eltérés, de egyébként mindenhol kamarai tagsághoz van kötve az ügyvédi gyakorlat folytatása. Mindenkihez eljut a kamara működése, ügyvédnő? Tehát mindenki érzékeli tulajdonképpen a napi, heti tevékenységét az ügyvédi kamarának? Én azt hiszem, hogy el kell, hogy jusson, és el is jut. Bocsánat, a mindenkin természetesen az ügyvédi társadalmat értem. Az ügyvédeket, igen, én is rájuk gondolok. El is jut, de ez mindig területi kamara függő. Tehát az országos ügyvédi kamara az területi kamarákra tagozódik. Tulajdonképpen ez az adott területen működő ügyvédeknek azt nem mondom, hogy önszerveződő, de önigazgató egysége, és az, hogy a kamara megítélése milyen, hogy az egyes ügyvédik hogyan érzik a kamara jelenlétét, az mindig attól függ, hogy az adott területi kamara milyen aktivitással, milyen attitűddel fordul az ügyvédek felé. Én azt mondom, hogy itt Budapesten az utóbbi néhány évben ez látványosan változott. Ez nagyon érdekes, én ismerem Bánáti doktor életrajzát, és elég hosszú ideje tisztségviselője a különböző szintű ügyvédi kamaráknak, tehát a budapestitől kezdve most az országos ügyvédi kamaráig, de és viszonylag régen követem a tevékenységét, szóval nem egy olyan pasasnak tűnik, aki hajt arra, hogy valamilyen pozíciót szerezzen. Hogy került mégis ebbe a székbe? Hát valóban hosszabb ideje vagyok kamarai tisztségviselő, mondhatnám igazán a kamarai tisztségviselés. A rendszer változáshoz fűződik, hiszen 1989-ben lettem először olyan tisztségviselő a Budapesti Ügyvédi Kamara főtitkára, ahol érdemi munkát lehetett folytatni, és nagyon komoly, hiszen ezekben az években indult meg a kolléganő, olyan fiatal, hogy ő nem emlékszik rá, én résztvevője voltam, amikor a jogtanácsosi munkaközösségekkel az ügyvédség egyesült. Ez egy rendkívül fontos része az ügyvéd történelemnek, mármint a magyarországinak, és valóban 1992-ben választottak meg először a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökének. Ahogy erre utaltunk rá, ez választás, tehát a kartagjai választják.
És ez egy, én azt amennyire tudom, ez egy nagyon demokratikus szisztéma. Tehát én merem remélni, senki nem titkolja a véleményét, és itt elég komolyan meg kell felelni. Hiszen itt végül is arról van szó, hogy tulajdonképpen a legtöbb ember, aki részt vesz ebben, azért az egy működő egzisztencia, tehát ő nem kockáztat semmit azzal, hogy elmondja a véleményét. Tehát ebben ez egy fantasztikusan jó szervezet és demokratikus szervezet. És nagyon fontos, hogy nincs függetlenített vezetője a kamaráknak, sem a területi kamaráknak, amiről a kolléganő szólt, sem az országos kamarának. Nincs függetlenített tisztségviselője, mindenki gyakorló ügyvéd, ami egyrészt azért fontos, mert nem függ a tisztségtől, tehát nem kell foggal körömmel ragaszkodni a tisztséghez, mert nem abból élünk, finoman szólva. A másodszorban pedig benne élünk az ügyvédi gyakorlatban, tehát én ugyanúgy járok a tárgyalásokra, ülök a folyóson, egy börtönbeszélő lebonyolítása nekem is, úgy mondanám, macera, tehát tudom, hogy mit jelent, tehát amikor jön egy ügyvédi igény, hogy mibe lépjen a kamara, akkor tudjuk, hogy valóban mibe kell fellépnünk. Remélem, hogy a doktornő ügyvédi státuszát, kamarai státuszát nem kockáztatjuk, de én inspiráltam, hogy ő opponáljon majd. Na most ez nem rossz egy ügyvéd szemében, hogy hát nem ér rá annyit az ügyvédi társadalom első embere? Tehát, hogy nem csak ezzel foglalkozik? Kifejezetten jónak tartom én is. Tehát azt hiszem, hogy az ügyvédi társadalomra igaz az, hogy az elnök vagy a tisztségviselő az első az egyenlők között. Ez ugyanazt csinálja. Bocsánat, mert tudom, hogy humora van a doktor úrnak, hogy erről mindig, amikor latinul le akarom fordítani, már egy-két ilyen kifejezést tudok, hogy csupán, akkor mindig úgy fordítom, hogy jus primae noctis, és nem a primus inter pares, ami egy kicsit más jelent. Tehát az első az egyenlő közül. Igen, tehát ugyanazokkal a gondokkal, ugyanazokkal a problémákkal küzdik a napi munkavégzése során. Én hát magam is voltam, kamarai tisztségviselő, én Szekszárdról, Tolnamegyéből kerültem Budapestre, és én ott a területi kamara titkára voltam. És én tudom, hogy ezek a tisztségek, ezek mindig plusz elfoglaltsággal, nem plusz presztízzel és nem plusz honoráriummal járnak, de valahol mégis van egyfajta katarzis érzése az embernek, aki ezt csinálja, hogy valamit hozzá tudok tenni ahhoz, amit csinálunk mi ügyvédek, és ami egy csodálatos érzés, hogy magunknak csináljuk. Tehát minden, amit kitalálunk, minden, amit létrehozunk, mindent, amit megszervezünk, a saját magunknak csináljuk. Amit a kolléganő mond, hogy ő a Tolnamegyei kamarából jött, az azért örülök, hogy ez most itt elhangzik, mert talán pont ő tudja akkor még nálam is jobban összehasonlítani, hogy milyen különbség van egy mondjuk úgy kis kamara és egy nagy kamara között. Mert hogy a Szekszárdi Ügyvédi Kamara összlétszáma az 200 körül voltunk, Budapesten pedig több mint 5000 ügyvéd van. De egyébként nem a Szekszárdi Kamara túl kicsi, mert ez az országos átlag, vannak ennél kisebb kamarák is 100-valahány fővel. A budapesti túl nagy, tehát ugye az azt jelenti, hogy az ügyvédi létszámnak, az országos ügyvédi létszámnak a 12 000-nek lényegében a fele Budapesten van. Tudjuk, hogy az ország gazdaságtörténelmi fejlődése, nem megyek bele, egy ilyen kicsit vízfejű ország vagyunk minden szempontból, de arányaiban ez még annál is sokkal több. Például a bírói létszám az közel sem a fele a bírói létszámnak van Budapesten. Az ügyvédnél ez igen. Ugye ennek nyilván vannak előnyös oldalai, tehát úgy mondanám anyagilag erősebb egy budapesti ügyvédi kamara 5000 taggal a háta mögött. Egy szekszárdi és a más hasonló kisebb kamaráknál viszont szinte mindenki ismeri a másikat. Tehát bizonyos szervezési kérdésekben, egyebekben jobb, de erről talán pont a kolléganő tudna többet mondani, akinek van összehasonlítása két kamara között. Ilyen egyszerű bulvár kérdést el tetszik árulni, hogy mennyi egy évi kamarai tagsági díj? Hát változó a kamaráknál, de nagyságrendileg olyan 80 000 és 90 000 forint nagyságrendileg az éves kamarai tagdíj. Nem kevés, ezt nagyon jól tudjuk, de és ezt télen ki kell mondani, és világossá tenni, ez olyan értelemben a függetlenség ára, hogy az ügyvédi kamarák semmilyen tevékenységükhöz nem kérnek, nem kapnak, majdnem azt mondom, nem is fogadnának el állami támogatást. Tehát más önszerveződéseknél, és én most nem
nevezek meg más kamarát, oda állami pénzek jönnek be, hiszen mi állami feladatot látunk el, amikor az állam helyett igazgatást, nyilvántartásokat vezetünk, de ezt kizárólag éppen a függetlenség miatt, hiszen nagyon gyakran az állammal szembe lép föl az ügyvéd, tehát nem engedhetjük meg, hogy ez állami pénzből lássuk el, ezért kell, ki kell mondani egy ügyvédnek, többet fizetni, mint más kamarai tagnak. Tulajdonképpen ez a bizonyos primus inter pares, ez az első az egyenlők közül, ez számomra is nagyon szimpatikus, hiszen neki a saját praxisában is lehet bizonyítani, hogy igenis én egy jó ügyvéd vagyok. Tehát ez a többi ügyvédre ugye azért nyilvánvaló. Sőt, én azt gondolom, hogy úgy kezdődik, hogy valaki, aki a saját munkájában, a saját praxisában bizonyította azt, hogy jó, az egy olyan fajta tekintélyre tesz szert a karba, hogy és egy idő után azt akarjuk ugye a kamarai tagok, hogy ez az ember legyen az az ember, aki a mi vezetőnk, első emberünk, és ezt mindig ki kell érdemelni. Érdekes ez a választási rendszer, hogy 4 évenként, 5 évenként választunk, és akkor újra megmérettetik mindenki. Tehát ez egy nagyon szép dolog. Itt van valami olyan limit, hogy ki hányszor választható újra? Nincs. A jelenleg hatályos törvényben nincs. Fölmerült egy beszélgetés során néhány évvel ezelőtt, amikor szó volt, hogy esetleg 1998-as ugyanis az ügyvédi törvény, tulajdonképpen kiállta a próbát. Nem mondom azt, hogy örök időkre, hát ez természetesen, de ebben a ciklusban végül is nem került sor a lényegi módosítására. Egy-két dologban hozzá kellett nyúlni, mert a technikai és egyéb informatikai fejlődés miatt mindig újítani kell az ügyvédi törvényen is. Jelenleg tehát nincs limit. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, mert említette ugye, hogy a jogtanácsosi kamarával egyesült az ügyvédi kamara, tehát hogy akkor mi volt az ügyvédek között a visszhang, és azóta micsoda, mert az még, hogy a jogtanácsosokkal egyesül, az egy dolog, de hogy azóta mi a helyzet? Erre szokták hogy azt mondani, elég rossz fordulat, de most én is használom, hogy köszönöm a kérdést, mert nagyon szívesen beszélek róla, mert példaértékű történet, ugye, 90-es évek legelején vagyunk, tehát, és a 80-as évek második felében megindult Magyarországon egy folyamat, hogy a cégek a jogtanácsosi munkát, addig munkaviszonyban voltak jogtanácsosok, úgymond kiszervezték, de nem ügyvédeknek, hanem létrejöttek a jogtanácsosi munkaközösségek, ami azt jelentette, hogy ugyanolyan forma, mint az ügyvédi, de ők cégügyeket láttak el, magánfeleket nem képviselettek, ugyanez fordítva volt, az ügyvédek magánfeleket láttak el, bontópereket, kis büntetőügyeket, és cégekbe nem jártunk el. És a 90-es évek legelejére, tehát 90-91, azt vettük észre, hogy létszámban több jogtanácsosi munkaközösség van, mint ügyvéd, nagy gazdasági erőt is jelentettek, tehát egyértelműen világosan látni kellett, hogy ez a folyamat problémás. Ugyanakkor a jogtanácsosok meg tudták, hogy az ügyvédi kamara, az ügyvédség történelmi és egyéb hagyományai folytán egy erős testület, tehát nem biztos, tehát hogy ez, rossz lett. Ez egy olyan házasság volt, mint amikor a gróf fiú elvesz egy paros lány? Nem, ez egy abszolút olyan volt, ahol mindenki megtalálta. Mindenki megtalálta, és ez ki kell mondanom, két félből számít, volt érdekházasság. Két fél, és mind a két fél. Az elején nyilvánvalóan voltak, hogy hát most ti így, mi úgy, az elején voltak a régiek, újak kifejezés. Én pont most talán a budapesti kamara közgyűlésén használtam távlatosan másban is, hogy ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy nagyon gyorsan elmúlt ez a különbség, és az jogtanácsosok látták, hogy milyen hagyományos, úgymond ügyfélkezelési, csúnya szóval praxis lehet megtanulni az ügyvédektől. Mi megtanultuk, hogy a jogtanácsosoktól a közgazdasági gondolkodást és egyebet, tehát igazán a szó jó értelmében gyümölcsöző lett ez a kapcsolat. El is múlt ez a megkülönböztetés, hogy te régi ügyvéd vagy, vagy én új ügyvéd vagyok, és egy nagyon megerősedett ügyvédi kar a 90-es évek elején létrejött, ami nagyon fontos, hely tudott állni a nemzetközi ügyvédi irodákkal szemben is. Magyarországot ugyan bejöttek a külföldi ügyvédi irodák, akiktől szintén nagyon sokat tanult a magyar ügyvédség,
de nem tudták lerohanni a magyar ügyvédséget. Nagy nemzetközi ügyvédi irodák, azok nem a kinti ügyvédi vezető partnereket küldték Magyarországon, ez egy természetes dolog, aki már 30 éve New Yorkban vagy Londonban dollármilliárdos ügyeket irányított, egy nagy ügyvédi iroda, tehát egy ügyvédi irodának 2000 tagja van, meg munkavállalója, tehát az nem is volt elvárható, hogy most áttegye a székhelyét Budapestre, ahol ugyan számunkra fontos privatizációs ügyletek folytak, elküldtek ide egyébként jelentős tudású fiatalabb kollégákat, és a magyar ügyvédekkel együtt dolgozva abszolút le tudták a privatizációt vezényelni, és mindent, tehát helytáltunk. Tehát én azt hiszem, hogy legalábbis remélem, hogy a kolléganő megerősíti. Azt tapasztaltam én is, hogy a 90-es évek közepén, amikor igazán ez a nagy bumja volt a nemzetközi irodák Magyarországra településének, mindig egy-egy magyar irodával szövetkeztek, hiszen volt egy óriási előnye a magyar irodáknak, hogy ismerték a magyar jogi környezetet, ismerték a jogszabályokat. A nemzetközi irodák pedig ismerték azokat a nemzetközi módszereket, amik a gazdasági változásokban, a privatizációkban, a különböző nemzetközi gazdasági szerződésekben szükségeltettek abban az időben. Nagyon-nagyon gyümölcsöző volt ez az együttműködés, és én is alá tudom támasztani, én alapvetően gazdasági jogban dolgozom, tehát engem, hogy úgy mondjam, a bőrömön is érintett ez a folyamat. Nagyon sokat tanultam akkor külföldi kollégáknak, vagy kollégáktól, és büszkén mondom azt, hogy is nagyon sokat adtunk is nekik. Egy példát mondani csak, hogy mit kell az alatt érteni, hogy a külföldi ügyvédektől tanultunk. Ugye adásvételi szerződés az egy olyan szokványos praxisa volt az ügyvédeknek Magyarországon, és meg kellett nézni akkor még telekkönyvbe, letárgyalták a felek, és nagyon sok kiterjedt feltétel volt persze akkor is. De igazán mondjuk a környezeti szennyeződéssel a 80-as évek, 90-es évek elején Magyarországon még tudatosan az ügyvédtársadalom nem tudta, hogy hogyan kell foglalkozni. És amikor megláttunk először egy ilyen, mondjuk angol száz, de teljesen mindegy, tehát egy külföldi ügyvéd által szerkesztett okiratot, ahol mondjuk egy, ugye a 90-es évek elején vagyunk, amikor ipartelepeket sorba bezártak és gazdát cserélt, és azt láttuk, hogy egy szerződésben a legnagyobb rész azzal foglalkozik, hogy ki milyen szavatosságot vállal, nem, hogy 8 év múlva majd, amikor egy ingatlant alapoznak azon a telken, és az alapozásnál leásnak x méterre, és látnak valamit a talpontosan. Tehát ezt nekünk is meg kellett tanulni. Ezt már említettük ebben a műsorban is, hogy hát elég sokan vannak az ügyvédek. Na most, hogyha lehetne ilyet, hogy limitálni, mert hiszen például New Yorkban mondjuk a taxisoknak a létszámát, mert bocsánat, hogy ezt mondom, limitálják, illetve a jogászoknak az engedélyét is, mert úgy tudom, hogy igen. Azért mosolyogtam, mert azért nem idézőjelben bocsánatot kérni, hogy a taxisokkal, mert én nagyon gyakran használom ezt a példát, ugyanis a Magyar Alkotmánybíróság taxis ügyben hozta azt a alkotmánybírósági határozatát, szintén a 90-es éveknek viszonylag az elején, hogy alkotmánysértő és a vállalkozás szabadságát sérti a létszámlimit. Budapesten próbálkoztak egy ilyen taxis létszámmal. De én nem ezért vagyok ez ellen, hanem én személyesen is azt az elvet vallom, hogy létszámlimittel, tehát megszabva, hogy 12.500 ügyvéd lehet, az ügyvédség nem foglalkozhat, gondolatban sem. Hát ellentmond az ügyvédi filozófiának, hát mi a függetlenségért harcolunk, azért, hogy függetlenek legyünk, azért, hogy adott ügyben milyen módon lehet szabadon képviselni, akkor mi nem lehetünk a saját jogunkban bezárkózók, hogy mi köszönjük, ennyien vagyunk, mostantól nincs felvétel. Tehát mindenki odaállhat a rajtvonalhoz, mindenki odaállhat. De persze minden törvényes eszközzel, amellett kell egy ügyvédi kamarának tevékenykedni, hogy a minőséget, a szakmai minőséget biztosítsuk, ami azt jelenti, hogy például az egyetemi képzésre nagyobb ráhatással legyünk, a felkészülés, a 3 éves ügyvédi jelölti időt hogy tudjuk szabályozni, és minden egyéb módon is a bekerült ügyvédeknél, például amiről már szó volt, a fegyelmi módon, megfelelő módon, szintén csak elsősorban a szakmai minőséget kívánja garantálni. De létszámkorlátozás, hát nagyon jól tudom, hogy a karban nagyon gyakran van ilyen, hogy milyen jó lenne, ha
a tortát. Tehát ez alkotmányellenes. De tehát ez alkotmányellenes, és hát legalábbis az én személyes véleményem szerint az ügyvédi hozzáállásnak, tehát újra mondom, a szabadságjogok mellett való kiállási alapfilozófiával ellentétes gondolkodás. Az ügyvédi parancsoljon. Csak annyit szeretem volna hozzátenni, hogy én is limitellenes vagyok, mert aki arra alkalmas, az kerüljön be, az bizonyítson. Én ott erősíteném a kamarai kontrollt, hogy a nem megfelelő munkavégzés, a nem megfelelő szakmai felkészültség esetén talán előbb, talán komolyabban kéne szankcionálni. Bánáti doktor úrnak hol van az irodája? A 13. kerület. Kicsi utca neve. Elején, Katona József, Katona József utcában, a doktorinek meg a Falk-Miksa utcában. Ugye? És én tudom, hogy ez a Katona József utca, Falk-Miksa utca, Kecskemét utca, tehát vannak ilyen helyek, ahol önmagában már ilyen jobb irodák gyülekeznek. Van-e ilyen? Hát van hagyománya annak, hogy főleg ugye, amikor az ügyvédség lényegében azt jelentette, hogy tárgyalásra járás, ez ma már közel sincs így, ugye a kolléganővel erről beszélgettünk a műsor előtt, ugye ő cégjogász, gazdasági jogász mondta, eltelhetnek hónapok, hogy egyáltalán bíróság környékére megy, maga, mint büntetőjogásznál ez nem így van. De jó, közel van, én mind a kettőjük, úgyhogy elsétálhat oda. Ez az elsődleges hagyomány, tehát hogy a bíróságok, amelyek ugye Markó utca környékére települtek, tehát ott keresték az ügyvédek az irodát, maga az ügyvédi kamara, nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen 1896-ban lett kész, az ügyvédség saját anyagi erejéből építette Budapest egyik legszebb középületét, és abban vagyunk változatlanul az ügyvédi kamara, a budapesti ügyvédi kamara, és most már a magyar ügyvédi kamara, szintén a Szalai utcában. Tehát ez az egyik oka. A másik okát azt én sem egészen értem, mert az ügyfeleknek bizonyos értelemben könnyű megközelíteni, a városközpontban parkolni már nem nagyon tudnak. Illetékesebbtől nem kérdezhetném meg, és ez a befejező kérdés, hogy hány ügyvéd praktizál ma Magyarországon, hány kamarai tag van? 12.500. És ez kevés vagy sok? Én azt mondanám, hogy bizonyos értelemben sok, lehet a 9 és 10 ezer között tűnik ideálisnak, de az elviselhetőség határán belül van. Nagyon szépen köszönöm a doktor úrnak, hogy eljött, és nagyon szépen köszönöm Nadrai doktornőnek is, de köszönjük. Még mielőtt elbúcsúznánk a kedves nézőktől, hadd mondjam el, hogy egy következő műsorban folytatjuk a vendégeskedést, illetve hát Bánáti doktor folytatja a vendégeskedést, mert egy következő műsorban arról szeretnénk beszélni, hogy vajon a magyar jogalkotás mennyire használja fel, mennyire kéri ki az ügyvédek véleményét, az ügyvédek tapasztalatát. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!